Hamarosan arra ébredt, elindulnak érted, az anyókák a vének, többé nem mesélnek. Egy nap arra ébredt, hogy a szemfényvesztés háza, ott áll, ahol egykor volt, apád kopja fája. Húzd meg, húzd meg, húzd meg a haragot, húzd meg, húzd a szangot. Emlékezni és találkozni gyűltünk össze az egykori nagyvéci település falu központjában, mely az 1970-es árvíz szomorú hírével vált ismerté. Emlékezni a 20. század egyik legnagyobb magyar természeti katasztrófájára, arra az árvízre, amit védekező emberek ezrei sem tudtak sikeresen kivédeni. Teljesen megsemmisült Nagygéc. Újjáépítését árvízi szempontból nem engedélyezték, majd közigazgatásilag Csengersimához csatolták. A településhez kötődő környékbeliek kezdeményezésével 2 évvel ezelőtt létrehoztuk a Nagygécért Közhasznú Egyesületet. Nekem személyes élményeim nincsenek a 70-es árvízről, csak a feleségemnek, de ő is sokat mesélt akkor, hogy Fehérgyarmatról 2 értűvel és helikopterrel menekítették a családot Csarodára. Amikor a szervezők már nagy készülődésben voltak, az emlékműnek már megvoltak az előkészületei, mindenki izgult azért, hogy sikeres legyen ez a rendezvény. Ahhoz, hogy fölkaroljunk egy térséget, hogy turisztikai, idegenforgalmi és történelmi nevezetességeit kihasználva ismertté tegyük a nagy világ számára. Hiszen az itt élőknek Nagygéc a minden. Nagy szeretettel köszöntöm a nagygécieket. Köszöntöm magam és a Nagygécért Közhasznú Egyesület nevében dr. Tilki Attila urat, a térség országgyűlési képviselőjét. Köszönöm mindenkinek, aki vállalva az időjárás viszontagságait útra kelt, hogy a rendezvényünkön részt vegyen. Jelenlétével megtisztelje Nagygéc egykori szülőfalunk emlékét, szemtanúja legyen, hogy 40 év távlatából miként lett kisfalunknak újra neve. 40 év kellett ahhoz, hogy mikor ideérkezünk az egykori faluközpontban, és rátekintünk a most átadott emlékműre, amelyen láthatjuk a Nagygéc nevet, és végre kimondhatjuk, hogy itthon vagyunk. Ezt az emlékművet a nagygéci hagyománytisztelő emberek hozták létre, akik sokszor több száz kilométert utaztak, szállást béreltek, szerszámokat hoztak magukkal, hogy dolgozhassanak. Ezen cselekedett nagyságát, méltóságát szavakkal nehéz kifejezni. Ezért is választottam mottóként egy olyan költőt versének egy kis részletét, aki imádta a szülőföldjét, mégis üdözött lett saját hazájával. Ez a részlet Radnóti Miklós Nem tudhatom című verséből való. Nem tudhatom, hogy más teketájék mit jelent, nekem szülőhazám, elángoktól egy kis ország, messze ringó gyermekkorom világa. Azt hiszem, ezek az emberek, akiket név szerint felsorolok, nem felejtették el,
hogy ennek a hazának része volt Nagygéc, ami szülőfalunk. Ők, ezek Mándi Lajos, ő koordinálta a munkálatokat. Adományjal, munkával támogatta az emlékmű létrehozatalát Mándi Lajos, Bócsi József, Mándi Ferenc, Mándi József, Volosin György, Juhász Péter, Gál Ferenc, Gál Imre, Juhász Ferenc. Adományjal támogatták a emlékmű létrehozatalát dr. Halász Ilona, Halász Lajos, Szimán János, Juhász Albert bácsi lányai és unokái, valamint Orosz Mihály. Kétkezi munkával segítették az építkezést Halász Gábor, Gál György, Gál Sándor, Gál László, Juhász Imre, Juhász Szabolcs, Juhász János és Zolcsák Károly. Külön meg szeretnék még említeni egy nagyszerű embert, a nyíregyházi Gál Karcsit, aki saját és testvére nevében utat fúrt az ide látogatók számára. Elmondta, hogy egy álma teljesült azzal, hogy az egykori falujába utat fúrhatott. Sok ember számára a szülői falu egyenlő azzal a névvel, mint a személyigazolványba azonosítóként használnak, pedig ez a szó sokkal többet jelent. Még 100 éves nincs, hogy az emberek abban a faluban, ahol laktak, ott vetették el a buzát, őrölték a lisztet, sütötték a kenyeret. Jószágaik a falu határában legeltek, belőlük nyerték a pustatejet. Nagygéci ember számára mindent a nagygéci föld adott. Mi elmondhatjuk, hogy a Jóisten a nagygéci földből teremtett bennünket. Az 1970-es áriz és az azt követő felelőtlen döntések sorozata a Jóisten ezen ajándékától fosztott meg bennünket. Az 1970-es áriz során sok település elszenvedte azt a csapást, amit Nagygéc, de egyiket sem törölték le a magyar nemzet térképéről. Nem tudom, mivel érdemelte meg ez a település ezt a megaláztatást. Mivel Szatmár vármegye történet írói mindig a legszebb jelzőkkel illették. Az ország számára költőket, írókat, szabadságharcosokat, államtitkár, országgyűlési képviselőt és számos vármegyei vezetőt adott, és ami a legfontosabb, olyan hétköznapi emberek alkották a lakosságot, akiről Kis Ferenc, kétszeres József Attilás költő, aki 1908-ban született Nagygécbe, az ő testvére így emlékezik a nagygéci emberekre. Sokszor beszélgettünk a múltról, leghosszabban mindig nagygéciről esett szó. Sem szalkaiak, sem pestiek nem tudtunk lenni. Annyira kedves és elsődleges maradt számunkra, szinte gyermeki ragaszkodással csüngött szülőfaluja emlékén. És minduntalan kereste, hogy mennél szebben, bensőségesebben írhasson róla. Jó részt olyan volt, mint egy nagy család. Kívülről, belülről hasonló emberekkel. Minden búját, baját, örömét megosztó közösség. Éppen ezért kevés volt a szilongás. Miért? Nem nagyon volt mind. Mesébe élő tóparti kis ház, mindjárt ismertük egymást. Senki sem akar kitűnni, túljárni a másik eszén. Elődeink így írtak a nagygéciekről. Tehát azt hiszem, nem kérünk túl sokat az ország vezetőjétől, mikor kifejezzük óvajunkat, hogy tegyék lehetővé Árpád-kori templomunk felújítását, a volt faluközpontot hivatalosan is nyilvánítsák nemzeti emlékhelyré, környezetében lévő tavak, patakok élővilágát állítsák helyre, és minden olyan tiltó korlátozó rendelkezéseket, amelyek a terület fejlődését akadályozzák, töröljék el. 40 éve már Nagygéctől csak elvettek, és semmit nem adtak ennek a 800 éves írott történelemmel rendelkező községnek. Így jelenleg erre a falura érvényesek Vörös Marti szavai. A szózatból a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, és embermilliónak szemébe gyász könnyül. Kis falunk eltűnésével a magyar nemzet egy része száll sírba. Az emlékművet azért emeltük, hogy őségnek tisztelegjünk, a jelenkornak a figyelmét felhívjuk a szülőföld fontosságára, a jövő nemzedéke számára jelezzük, hogy itt emberek éltek, és ez a föld itt a letelepedők számára mindig megélhetést biztosít. A kiemelkedő hétoszkot pedig jelzi, hogy az anyaföldből nem lehet a gyökereket kitépni. Az emlékművnek lesz egy második üteme, amely során az emlékmű hétoszlopára föl fog kerülni mind a 749 név, aki átélt az árvíznek a borzalmait. Valamint a Gránitkő mögötti részen egy elszálló darumadár lesz, ahol az elszármazottak nagygéciének hozzátartozók, akik nem tudtak nagygécben meghalni, egy marék földet hozhat ide az emlékmű Gránitkőre mögé, és tiszteletét teheti bármikor a hozzátartozói előtt. Mivel Nagygécnek 4 temetője van, ez is jelenti, hogy a falu milyen régi, és ezeknek az állapota olyan, hogy sokban már a kegyeletet se lehet lerúgni. Tehát a
második ütemben megvalósul az emlékünknek a létrehozatala, márványtáblán föl fog kerülni mind a 749 téva, aki átélte az árvizet, hogy ezzel is tisztel legyünk Nagygéc lakossága előtt. Köszönöm szépen! Én a nagygéci élményeimről szeretnék beszélni. Az én apám azt mesélte nekem, hogy itt valamikor a 30-as években azt megelőzően mindig a fiatalság összegyűlt, és esténként éjfélekig közös éneklésben népdalokat énekeltek fiúk, lányok, és így hoztak össze közösséget. Milyen jó lenne most is ilyen közösséget összehozni. Én a háború alatt születtem, és a 40-es évek végéről már emlékeim vannak. Akkor volt itt Nagygécben a sópiac. Emlékeztek rá, idősebbek? Átmentek szegény szüleink, a szegények átmentek Romániába, és onnan hozták át a hátukon a sót, mert a só olyan értékes anyag volt, hogy az arany értékével vetekedett. Az 1970-es árvíz egy család sorsát.